Végzett hallgatók láthatók a NAV bűnügyi főigazgatóságának toborzó videójában. A kampány célja, hogy megismertesse az új jelentkezőkkel a hatóság munkáját. A pénzügyőrök a költségvetési csalók leleplezésében és az adófizetők pénzének visszaszerzésében is nagy szerepet vállalnak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán már eddig is sokan végeztek, akik a képzés után el is tudtak helyezkedni. A kiképzés nem egyszerű, de szorgalommal teljesíthető. Ez teljesen más, mint egy másik egyetem, szerintem civil szak. Itt ugye az egész egyetemi képzés úgy kezdődik, hogy egy intenzív szakasz augusztusban, ez 5 hét, ilyenkor tanuljuk meg az alaki fogásokat, és... ilyenkor nem lehet nálunk ugye telefon, és fizikai erőlétet is igényel, mivel sok a testnevelés óra, a tanulás is ugye van benne. Úgyhogy azért nehéz, de szerintem elvégezhető. A rendészettudományi karon nyomozó mentorok segítségével vehetnek részt a hallgatók a képzésben. A tanulmányok után nyomozóként dolgozhatnak a végzett diákok a NAV-nál. A képzési idő 8,5 év. Az általános felvételi követelményeken túl fizikai, egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokon kell a jelentkezőknek megfelelni. Erre azért van szükség, mert a későbbi munkavégzés során nagyon fontos, hogy kollégáink kiváló állóképességgel és hasonló mentális állapotban teljesítsenek szolgálatot. A teljes képzés ideje alatt havonta 260 ezer forintos ösztöndíjat, ingyenes kollégiumi elhelyezést, egyenruhát és laptopot is kapnak a hallgatók.